Arany János, Mátyás anyja. Szilágyi Örzsébet levelét megírta. Szerelmes könnyével azt is telesírta. Fiának a levél Prága városába örömhírt viszen a szomorú fogságba. Gyermekem, ne mozdulj Prága városából! Kiveszlek, kiváltlak a nehéz rapságból! aranyjal ezüsttel megfizetek érted. Szívemen hordom én, a te hazat érted. Ne mozdulj, ne indulj én egyetlen árvám. Ki lesz az én fiam, ha megejt az ármány? Adassék a levél Hunyadi Mátyásnak tulajdon kezébe, senkinek sem másnak. Fekete viaszból nyomre a könyöklőn várnak az udvari cselédek. Kiviszi hamarabb levelem Prágába, száz arany, meg a ló teste fáradtsága. Viszem én, viszem én, hét nap elegendő. Szerelmes szívemnek hét egész esztendő. Viszem én, hozom én válaszát három nap. Szerelmes szívemnek három egész hónap. Istenem, Istenem, miért nem adál szárnyat, hogy utolérhetném az anyai vágyat? És ahol jön, ahol jön egy fekete holló. Hunyadi pajzsán ül ahhoz hasonló. Lecsapott, lecsapott fekete szélvészből, kikapá levelét az anyai kézből. Hamar a madarat el kell venni tőle, szalad a sokaság nyomban, hogy lelője. Madarat nem egyet, százat is meglőnek, híre sincs, nyoma sincs a levélvivőnek. vivőnek. Napestig az erdőn üzeti, hiába. Éjfelen kocognak özvegy ablakába. Ki kopog? Mi kopog? Egy fekete holló, nála meg a levél, vagy ahhoz hasonló. Piros a pecsétje, finom a hajtása. Ó áldott, ó áldott a kezeírása.